Sziasztok, Köműös Kelemen, Kömke vagyok. Melyik az az építőanyag, ami először eszetekbe jut, ha házépítésre adjátok a fejeteket? Ez általában a tégla. Ebben a videóban különböző vázkerámia falakat fogunk összehasonlítani fa vastagság alapján. Tehát 25-ös, 30-as, 38-as, 44-es, természetesen a megfelelő hőszigeteléssel ellátva, ami a 2018-as energetikai követelményeket kielégíti. Amint ez látható, ezeket a tulajdonságokat fogjuk összehasonlítani ebben a videóban. Jobb alul látható egy referenciaépület, ami az összes videómban szerepet fog szinte játszani. Ennél az épületnél fogjuk megvizsgálni, hogy eltérő falazatoknál, különböző födémeknél, különböző alapozási mélységnél, esetleg a lápincézve, tetőtérbe építve, magas tetővel, lapos tetővel, milyen költségkülönbségek jönnek ki. Ez egy 129 négyzetméter hasznos alapterületű 4 szobás lakóépület, egy fürdőszoba, külön WC, igazából semmi extrát nem tartalmaz. Ebben a videóban azt fogjuk kiszámolni, illetve elemezni, hogy az itt bemutatott falvastagságoknál milyen költségkülönbözetek jönnek ki. Ez lesz a videónak a második része. Az első részben maga a téglafalazatokat fogjuk összehasonlítani. De ne szaladjunk ennyire előre, ugorjunk egy kicsit vissza az időben. A 70-es évek végén, 80-as évek elején jelent meg ez az akkor korszerűnek mondható B30-asnak nevezett vászkerámia tégla. Hőátbocsátási tényezőben sokkal jobb volt, mint az addig használatos kisméretű tömörtéglás vagy ikersejtéglás falazatok, köszönhetően a szerkezeti kialakításának. Amint látható, a most használatos modern téglák nútféderesek. Ennél a B30-as téglánál viszont ez még nem volt meg, ami annyit jelentett, hogy a téglák közötti függőleges hézagot is ki kellett tölteni habarccsal. A 90-es évek közepén jelent meg a nútféderes tégla. Amit itt látunk, az egy 30-as nútféderes, tehát 30 cm széles falazatot építettek belőle. A tégla még nagyobb, mint a B30-as, tehát sokkal haladósabb, sokkal szaporábban lehetett vele építkezni. Nútfédernek köszönhetően pedig már nem kellett kikenni a függőleges hézagokat, ez sokat segített a fal hőátbocsátási tényezője szempontjából, illetve a hangátlást is javította. A 30-as téglával párhuzamosan igazából megjelent a 38-as tégla, ugyanígy nútféderes kialakításban. A nútféderes tégla azóta is változatlanul jelen van az építőiparban, rengeteg ház épül még mindig belőle. Téglagyárak azonban nem álltak meg itt a fejlődésben, folyamatosan fejlesztették a téglát tovább. Amint itt látható, a 30-as, 38-as, illetve 44-es falazatnál úgynevezett K-s tégla van ide kirakva, ami a porotárnél K téglaként jelenik meg terméknévként, a Leyernél Leyerterm Pro a jelenlegi neve, folyamatosan változtatják. Igazából ugyanarról a termék családról beszélünk, nagyon kicsi az eltérés a két fő téglagyár hasonló terméke között. Az én szám jobban rááll a K téglára, úgyhogy inkább azt fogom használni. Ha megnézzük a K-s téglának a cella kialakítását, láthatjuk, hogy sokkal sűrűbb és más mintázatú, más kialakítású, mint a nútféderes téglái. Ennek köszönhetően a hőátbocsátási tényezője sokkal jobb, mint a régóta használatos nútféderes tégláké. A 25-ös téglából nincsen K, tehát a nútféderes a legmodernebb, mivel a legtöbb téglagyártó az csak belső főfalnak ajánlja. A 30-as nútféderes téglát akkor tegyük félre, és maradjunk az eredeti 25-ös nútféderes, 30-as K-tégla, 38-as K-tégla, illetve 44-es K-tégla. Hangsúlyozom, ugyanez Leyerternél Leyertern 44 Pro, Leyertern 38 Pro, Leyertern 30 Pro, illetve Leyertern 25 nútféder. Beszéltem az imént arról, hogy 2018. január 1-től
falazatokra vonatkozó hőátbocsátási tényező maximum 0,24 lehet. A két gyártó szereti azt mondani, hogy a 44-es téglájuk önmagában kielégíti külső hőszigetelés nélkül ezt az értéket, azonban ez így nem igaz. Ugyanis ők laborértékkel számolnak, viszont a tényleges falazat hőátbocsátási tényezője az súlyosbítva van egy hőhidassági tényezővel. Ami 10% akkor, ha van külső oldali hőszigetelés, viszont 40% akkor, amikor nincsen hőszigetelés a falazaton kívülről. Tehát a 44-es tégla esetében ez azt jelenti, ha belül vakolva van, kívül vakolva és színezve, nincsen külső oldali hőszigetelés, akkor az a laborérték, amit megadnak a honlapon, vagy bármilyen egyéb számításban, azt fel kell szorozni 1,4-jel, és úgy jön ki a tényleges hőátbocsátási tényezője a falazatnak. Ami természetesen már túl van a 0,24-en, tehát nem is szabad simán a K-téglából falazatot építeni 2018-tól. Vannak gyapottal kitömött, ennél is okosabb téglák, a népnyelv ezt okos téglának hívja, azokra is ki fogunk térni majd külön videóban, mennyi értelme van, illetve van-e gazdasági realitása. Tehát mind a négy falazatnak a hőátbocsátási tényezőjét 0,23 watt per négyzetméter kelvinre lőttem be. Ehhez a 25-ös falra 16 centis EPS hőszigetelő rendszert kell felrakni, a 30-as K falazatra 6 cm, a 38-asra 5 cm, a 44-es K falazatra 2 cm kőzetgyapot, vakolható kőzetgyapot hőszigetelő rendszert kell rárakni, ugyanis az EPS rendszer páratechnikai okokból nem megfelelő rá. Hogy miért, azt majd külön elemezni fogjuk. Ezekkel a hőszigetelés rendszer vastagságokkal mindegyik falazat körülbelül 40 cm széles lett. A fajlagos tömeg az 1 fal négyzetméter szerkezet tömege, és az épület energetikai program számítás alapján, ahogy haladunk a szélesebb falszerkezet felé, úgy nő ez az érték. A hőtároló tömeg az egyik legfontosabb tulajdonsága a falazatoknak, hiszen szerepet játszik a téli lehűlésben, illetve a nyári felmelegedésben is. Ezt a hőtároló tömeget az épületenergetikai program, illetve az épületfizikai számítások rendkívül bonyolult képlet alapján számolják ki, és ahogy látszik, nincs egyenes arányban a fajlagos tömeg és a hőtároló tömeg. Itt maga a szerkezetek réteg vastagsága és anyag tulajdonságai szerepet játszanak, illetve az, hogy milyen cell a szerkezet, milyen a falvastagság, tehát több tényezős a dolog. Itt látszik igazából, hogy a 25-ös nútféderes tégla a legjobb hőtároló tömegű. A mai modern világunknak köszönhetően megnőtt a zajterhelés, emiatt a léghangátlása a falazatoknak nagyon fontossá vált. Ahogy látható, a léghangátlási értéke a modern tégláknak rettenetesen rossz. Még a 25-ös nútféderes téglának a 47 decibele sem mondható túlzottan jó értéknek. Összehasonlításképpen a videó legelején bemutatott B30-as tégla 54 decibel tud. Még valamit tudni kell ezekkel az értékekkel kapcsolatban. Ezeket az értékeket a téglagyártók, illetve maga a program is úgy számolja, hogy a falazatnál van belső oldali vakolás, külső oldali vakolás és a hőszigetelés. Nagyon ritka az, amikor a külső oldalon is elkészítik a vakolást, általában inkább a drive-it hőszigetelő rendszer simán felragasztásra kerül a falazatra, kívülről lehálózva, glettelve, dűbelezve, illetve színezve. Ennek természetesen költségtakarékossági okai vannak, hiszen egy külső vakolásnak az anyag, illetve négyzetméter ára, valamint az áványozási díja nem kevés. Tehát ezek az értékek a valóságban még kisebbek.
Ha valaki forgalmas helyen vagy zajos utcában lakik, vagy a szomszédok zajosak, én azt szoktam javasolni, hogy próbáljuk meg a hangátlási tényezőjét a falnak feltornázni 50 decibel fölé, 50-54 decibelre. Ezt ezeknél a falazatoknál úgy lehet elérni, az egyik módszer, hogy az EPS hőszigetelő rendszert a drágább, de jobb kőzetgyapott hőszigetelő rendszerre cseréljük. Ugyanis az EPS hőszigetelés abszolút nem ad hozzá semmit a léghangátláshoz, sőt, a kialakításának köszönhetően bizonyos frekvenciákat még ki is emel. A vakolható kőzetgyapott rendszer szálas szerkezetének köszönhetően emeli a falazatnak a léghangátlási tényezőjét. Mondhatjuk azt, hogy ilyen 4-5 decibellel megnő az érték. Tehát a kőzetgyapott hőszigetelő rendszer lehet egy alternatíva arra, hogy a léghangátlási értékét növeljük a kerámia téglafalazatnak, ha már ilyen téglából építettük a falat. És akkor elérkeztünk a falazat árának összehasonlításához. A falazat árában benne van a belső vakolat anyag munkadíjastól, a vászkerámia falazat falazásának munkadíja, anyagdíja zsákos habarccsal számolva, és a külső hőszigetelő rendszer, ami itt a táblázatban szerepel. Amint látható, itt is a 25-ös nútféderes téglafalazat jött ki legolcsóbbra, de a 30-as K falazat ára nagyon közel van egymáshoz, tehát itt igazából egyenlőségére rakhatunk. A 38-as K, illetve a 44-es K falazat ára azért már mutat jelentős különbséget a másik kettőhöz képest. Ez az összehasonlító táblázat a videó alatti linken letölthető lesz. De nézzük, hogy melyik tulajdonságnál melyik falazat volt a nyerő. Hőátbocsátási tényező ugyanaz. Falazat vastagságánál a legvékonyabbat vegyük a legjobbnak, tehát az a 30-as K tégláé volt. Fajlagos tömegnél nem kell eredményt hirdetni, illetve győztest hirdetni, mert a fajlagos tömeg az egy tájékoztató adat, igazából nem befolyásol semmit. A hőtároló tömegnél egyértelműen a 25-ös nótféderes falazat. Léghangátlásnál szintén. És ahogy mondtam, árban a 25-ös nútféderes és 30-as K-s falazat közé tegyünk egy egyenlőségjelet, annyira kevés az eltérés. Tehát ebből látszik, hogy a 38-as K-s, illetve 44-es K téglafalazatnak abszolút semmi értelme nincsen a négy közül. Az összehasonlító táblázat alapján kidobtuk akkor a 38-as és a 44-es K téglafalazatot. Maradt a 25-ös nútféderes és a 30-as K téglafalazat. Szinte holt versenyben, de azért a 25-ös felé billen a mérleg. Van azonban a 25-ös téglafalnak egy elég nagy hátránya. Mégpedig ha redőnyt szeretnénk, vagy zsalúziát a falazatba, akkor az ablakunk belső síkja nagyon belülre esik, ami azt jelenti, hogy nagyon pici lesz a belső ablakpárkányunk. Tehát itt egy nagyon vékony macska tud feküdni, növényekből maximum fűszernövényt lehet ilyen kis cserepekben ide rakni. Tehát a 25-ös téglánál a falazat keskenységével van a probléma. Mi van akkor, hogyha a 25-ös nútféderes helyett visszatérünk a régi ismerőshöz, 30-as nútféderes téglához? Hozzáadtam tehát a 30-as nútféderes téglát 5. elemként a
táblázatba. Én évek óta 15 cm-es EPS hőszigeteléssel ajánlom, ez 0,22 watt per négyzetméter Kelvin hőátbocsátási tényezőt jelent a falazatra vetítve, tehát egy picivel jobb, mint a 0,23-as érték, ami a többinél van. 45 centis falvastagság, fajlagos tömeg tájékoztatottként 292, tehát középmezőny. A hőtároló tömege az 46 kg per fal négyzetméter, ami a 30-as K és a 25-ös nutféderes között helyezkedik el. Léghangátlása sajnos a K-s téglákéval egyezik meg. A videó második részében megnézzük, hogy az eredetileg kihozott négy falazat milyen árkülönbözetet jelent a konkrétan a referenciaépület esetében.